Egy tonna avokádó megtermeléséhez 1981 köbméter víz szükséges, vagyis közel 2 millió liter. Többek között ez a döbbenetes adat fogadta a látogatókat szombaton az Együtt a Jövőért rendezvény bejáratánál. Az esemény célja a fenntartható fejlődés megismertetése, és a téma minél teljesebb körbejárása volt. Ahogyan mondani szokták, ez egy háromlábú szék, ami csak mindhárom pillér meglétével működik. Ezek nem mások, mint a környezetvédelem, a társadalmi és a gazdasági fejlődés. A rendezvény főleg a természetre koncentrált, nem csak annak problémáira, hanem a lehetséges megoldásokra is. Ez az első alkalom, hogy megszerveztük ezt a napot, de hogy hagyomány lesz-e belőle, az a résztvevőktől és az érdeklődéstől függ. Számos civil szervezet is elfogadta a meghívásunkat, és egyelőre azt látjuk, hogy sokakat érdekel a fenntarthatóság, és mosolygó szemekkel vesznek részt a különböző programokon. Ezért reméljük máskor is meg tudjuk rendezni, hogy újabb lehetőségeket és ötleteket ismertessünk meg az emberekkel. És szeretnénk a kisebb korosztályt is megcélozni, hisz nem lehet elég korán kezdeni a tudatosságra nevelést. A fenntarthatóság a divatszakmában is jelen van, itt ráadásul több aspektusból is megközelíthető. Fenntarthatónak mondható például egy ruha, hogyha újra hasznosított, de akkor is, hogyha új, korszerű, tanúsított anyagokból készül, vagy szabászati hulladék nélkül. Egy workshop keretében például táskákat készíthettek maradékanyagokból. A táskáknak az alapja biopamut, az anyagdarabok, amikből a textilképek készülnek, azok nálunk megmaradt szabászati hulladékok, illetve olyan maradékok, például nagyon sok férfi inget használunk ilyen újrahasznosításra, és azoknak a maradékai, szóval már egy ilyen újrahasznosított anyagnak a maradéka, szóval ez már arról szól, hogy tényleg próbáljunk kihasználni mindent, és egy anyagnak meghosszabbítani az életciklusát akármennyire lehet, mert ez az, ami tényleg az első lépés a fenntartható divatban. És nem csak a gardróbszekrény tartalmának összeállításánál kell a környezettudatosságra és fenntarthatóságra törekedni, hanem a ház minden pontján. A fürdőszobában és a konyhában is igyekszünk lebomló termékeket felsorakoztatni, illetve olyan növényi alapú szereket, amik utána nem károsítják sem a mi testünket, sem pedig vízbe kerülve a környezetet, a vízi élőlényeket. A rendezvényen helyi civil szervezetek is helyet kaptak. A Zöld Akció csoport például egy lakossági szerveződés, akiknek célja, hogy Nyíregyháza tisztább, zöldebb és egészségesebb legyen. Nagyon magas a túlfogyasztás a húsnak Magyarországon, és a talaj, a víz szennyezése, az üvegházhatású gázok kibocsátása emiatt nagyon káros a környezetünkre. Emiatt hoztunk olyan recepteket is, amelyek húsmentes receptek, akár még gluténérzékenyek is nek való is ez az, vagy olyan ételeket. Mi ezeket kipróbáltuk, rendszeresen használjuk a mindennapjainkban. Emellett van egy programunk, amelyet az egyik önkéntesünk talált ki, és így vitte végig a csapatunk önkéntes munkával, az Állítsd le a motort. Több rajzversenyt is szerveztünk nyíregyházi iskoláknak, óvodáknak, és a gyerekek rajzait egy szakmai zsűri díjazta. A fenntarthatóságról az iskolákban is sokat tanulhatnak a diákok a fenntarthatósági témahét keretein belül. Ez idén április 22-e és 26-a között van meghirdetve. Kiemelt témái a levegő és élővilága, szabadidő, a körforgásos gazdaság, a hulladék és a tudatos fogyasztás.